Nyílt napot tartott a MIPA. Az egyetemisták megismerhették a MIPA működésének titkait, és betekinthettek a színfalak mögé. Legyen szó hang, képrögzítésről vagy koncertekről. Illés Peti kollégánk kamerát és mikrofont fogott. Hazánk egyik legmodernebb kulturális intézménye, amely a Rákóczi közelségében, a Dunaparton fekszik. Hát persze, hogy a MIPA. Október 2-án megtartották tehát az egyetemi napokat, melynek a lényege, hogy az egyetemisták megismerhetik a MIPA kulisszatitkait, végigjárhatták az egész backstage-et, minikoncerteken vehettek részt, no meg persze azt is megtudhatták, hogy hogyan bonyolít le évente 1500 rendezvényt az intézmény. Arra készülünk, hogy bemutassuk azt, hogy hátul mi történik a MIPA-ban. Ugye a közönség oldaláról már nagyon sok mindent lehetett látni, de azt, hogy itt mi minden zajlik a háttérben, milyen hangulatban készülünk az előadásokra, mi minden technikai lehetőség áll rendelkezésre, ezt szeretném most bemutatni a fiataloknak. Külön köszöntöm a Napindító, a Radar és Illés Peti vlogjának a nézőit. Az első program, amin részt veszek, az a Karzat koncert. Tasi Csaba orgonaművész, előadó, tanár, zeneszerző és egyház zenei feladatokat is ellát, és ezen a csodálatos ötmanuálos hangszeren ismerte filmeknek a zenei dallamait mutatja meg, és különlegesség, hogy a hangvető is lent lesz, amely a jobb akusztikáért felel. Koncertre kifejezetten úgy válogattam a darabokat, hogy a fiatalabb közönséget is megszólítsa. Morricone, John Williams, Hans Zimmer és olyan zenéket igyekeztem összeválogatni, amiket ismernek a fiatalok. És ezekből egy csokrot játszottam. Az az érdekessége a MIPA orgonájának, hogy minden réteg és minden zenemű és minden szerző játszható rajta, még az átiratok is jól szólnak, ezek mind saját átirataim. Az orgonálásban az a legérdekesebb dolog számomra, hogy mindig új hangszerrel találkozik az ember, és természetesen nagy tapasztalat kell hozzá, hogy egy hatalmas orgonán az ember föl tudjon készülni, illetve be tudja regisztrálni a darabokat, kell egy nagyon erős elképzelés ahhoz, hogy mi fog szólni. Rendelkezik a hangszer, ezek itt pedig a regiszterek, a MIPA orgonája 170 regiszter. Ezek itt a redőnyök, amikkel crescendót és decrescendót lehet létrehozni, hangosítani és halkítani lehet az orgonát. Ezek pedig a különböző léptetők. Ez arra való, hogyha az ember elment egy hangszín kombinációt, akkor lehet közte váltani, és nem kell mindent kézzel, tehát mechanikusan megoldani. Ez nagyon jó dolog, főleg amikor az ember önmagának lapoz és regisztrál. Én általában így szoktam csinálni. A regiszter ez egy-egy sípsort jelent tulajdonképpen. Természetesen rengeteg sok kombináció van, és ahány kombináció, annyi hangszín.
következő állomás a Minden, ami mozgó kép. Kovács Enter Krisztián rendező megmutatja a MIPA hangfelvételeinek és a mozgókép felvételeinek a kulisszáit. Nem volt olyan hely, ahol ennyi játszóhely volt egy adott négyzetméteren belül, nem volt olyan hely, ahol ennyi műfaj képviselteti magát, és a többi, és a többi. Ezeket annól mind ki kellett találni, hogy ezt hogyan, kik és milyen formában csinálják. Programszinten ez a karzatkoncert, azért, hogy az orgonát ne takarja ki az orgona sípjait. Ugye ott kb. 200 sípot látunk, de valójában még egy olyan 6300 sípot van a burkolat mögött, tehát azt nem látjuk. És ugye normál esetben ugye a kanopi, ami egy hangvető, hogyha nem lenne világos, hangvető, illetve a világítás egy jelentős része ebben van benne, ami a színpadot világítja, saját lifttel, saját ökoszisztémával rendelkezik, a maga kis 45 tonnácskájával. Ez ugye normál esetben fönt van, a hangzását, hogy ez hogy nézzen ki, hogy milyen burkolat legyen benne. Hogy ott látjátok, nyitva vannak az engőkamrák, ezek a falak ugye mozgathatóak, hogy az hogyan legyen kinyitva adott műfajra, stb. Ezt az Artek nevű cég állította be és tervezte meg, személyesen Russell Johnson. Bejöttünk a backstage-be, egyébként attól is nagyon izgalmas a MIPA, hogy körülbelül 2 évet kell itt dolgozni ahhoz, hogy nem minden második szabad az legyen, hogy oké, de most merre tovább. Ez a fesztivál színház, ami itt van, és fölmegyünk a negyedikre, és ott van a hangstúdió és a videóstúdió vezérlője. Oda megyünk. 10 kamerával dolgozunk, és azok a kamerai jelek, amik itt vannak, a vezérlése itt történik. Itt 2-2-2, tehát összesen 6 robotkamerát lehet vezérelni. Itt, ahol te ülsz, itt ül az asszisztens és a rendező. Az teljes zeneművet partitúra alapján ők kidolgozzák az összes kamerára. Ezt csinálja ugye a rendező és a rendező asszisztens. Ugye itt ez a preview, és hogyha mit tudom én, hogyha úszol például, akkor kiválasztatsz magadnak, és akkor ugye a mixerpulton keresztül, akkor abba úszol. Tehát ezeket is megcsináltad, de ugye ez a kép az, amit mindenki néz otthon. Az összes többi az magát a produkciót szolgálja. És akkor most utolsó programként kezdődjék az Ethnosound élménydobolás Fejér Károly vezetésével. Hogyha bármilyen hangszert használunk, akkor az segít abban, hogy ne legyünk stresszesek, illetve szorongók, és segíti az agynak a nonverbális funkcióit, valamint a nyelvi kifejező képességet is érinti. Kb. 20 éve tartunk ilyen interaktív zenés programokat gyerekeknek, felnőtteknek, felnőtt gyerekeknek. Különböző opciók vannak, van, amikor együtt dobolunk, van, amikor kiosztunk színes csöveget, színes hangszereket, és mondjuk 1100 fővel zenélünk, de igaz volt a csúcsunk. Itt most olyan programot tartottunk, hogy hoztunk 80 dobot, 80 ilyen afrikai dzsembét, Nyugat-Afrikából érkezik, méghozzá Malinke népcsoportnak egy ősi hangszere. Guinea, Mali, Elefántcsontpart, Burkina Faso nagyjából abban a térségből származik, de aztán elterjedt az egész világon. Volt egy vendégem is, Lamin Sissoko, ő ezen a Kora nevű hangszeren játszott, itt a végén volt egy kis meglepetés szóló. Most itt jön Magyarországon, Budapesten nagy-nagy örömömre, és képzeljétek, hogy az ő családja 42. generációt a zenél ezen a hangszeren. Jó, van a basszus. Középen. Persze lehet a dobon úgy is játszani, mint egy ilyen szabad stílusban, hogy a szélén a magas hangok, középen a mély, de a tradicionális ütős technika szerint 3 ütést használunk. Basszus, van ez a tón nevű ütés, amikor olyan zárt ujja, csak ideig rögjük kezünket, és van ez a magasabb hang, ezt klaknak vagy slapnek hívják, és csak hogyha ezt a 2-3 hangot használjuk, már rengeteg dolgot ki lehet hozni.